Már csak pár pillanat és kezdődik a heti TV reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Élőben a stúdióból jelentkezik Breuer Péter. A Pirkadat mai vendége... Helyzetre András, a Mazsihisz elnöke. Szép jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Üdvözlöm a kedves nézőket, Breuer Péter vagyok, és ez a Pirkadat, a heti televízió reggeli politikai magazin műsora. És akkor nézzünk, hol tartunk a naptárban. 5782 Járhavának első napja van. Új holdat kihirdették. A polgári időszámítás szerint 2022. május 2-a és hétfő van. Ma a Zsigmondok ünnepelnek. A várható időjárás 9 és 22 Celsius fok között várható. Ez több embernek fejfájást okozhat. Igyanak sokat, figyeljenek oda a folyadékháztartásokra, főleg a piciknek és a szépkorúaknak. Ja, és természetesen öltözzenek rétegesen, hogy legyen mit levenni. Most foglaljanak helyet, ablak nyitva van, friss levegő betódul, nem kapunk agyvérzést a Magyar Nemzeti Bank közleményétől sem, hisz a valuták középárfolyama az euró 378.11, míg az amerikai dollár 359.28. És akkor nézzük, már is kezdjük a beszélgetést Heizler Andrással, a Mazsihisz elnökével. A héten ünnepli a Közel-Kelet egyetlen független, egyetlen demokratikus független országa, a zsidó állam, azaz mai nevén Izrael 74. születésnapját. Hogy emlékezik meg erről a születésnapról például a Mazsihisz, mint Magyarország legnagyobb zsidó ernyőszervezete? Egyrészt, mint általában a zsidó ünnepeknél, ennél az ünnepnél is a szomorúság és a vidámság az mindig össze van kapcsolva. Ugye ez előtte így, emlékezünk az áldozatokról, akiknek köszönhetjük. Tehát Yom HaZikaron az az áldozatokra való emlékezés, a terrorizmus áldozataira, a katonahősökre való emlékezés, és ezt a gyásznapot egy örömünnep, egy örömnap követi Yom HaZmaut, amelyik Yom HaZmautkor mindig Budapesten, a Szent István Parkban van egy nagy dzsembori, ahol nagyon sok zsidó szervezet ott van, képviseli magát, és rengetegen eljönnek, és egész egyszerűen jó hangulat van, és ünnepeljük azt, hogy Izrael megalakult, Izrael állam alapítását ünnepeljük. Úgy gondolom, hogy ez egy nagyon fontos epizódja az életünknek, mert Izrael létrejötte, az egy olyan történelmi csoda volt, amit nem sok nemzet, nem sok nép tudott megismételni. Milyenek a külkapcsolatai az ön által vezetett ernyőszervezetnek? Gondolok itt az izraeli bevándorlási hivatalra, az izraeli főrabbinátusra, és természetesen a politikai életre is. Az izraeli főrabbinátussal kevésbé intenzívek a kapcsolataink, de az összes többi szervezettel rendkívül szoros kapcsolatban mozgunk, akár Izrael felé, akár a demokratikus országok felé. Úgyhogy Izrael állam nagykövetével, magával a nagykövetséggel nagyon szorosra vettük a kapcsolatot. Hát jellemzően a Yom HaShoah-t, az izraeli nagykövetség egy különleges alkalom révén a Dohány utcai zsinagógába emlékezett meg a Yom HaShoah-ról, és egy nagyon, nagyon bensőséges és nagyon jó atmoszférájú megemlékezésen vehettünk részt. A rendszerváltás óta a magyar zsidóság képviselői egyre több helyet foglalnak el a nemzetközi zsidó szervezetek bordjába, vezetőségébe. Hol tartunk ma? Ugye ott tartunk ma, hogy a Mazsihisz elnöke, aki most éppen én vagyok, de a Mazsihisz elnöke az a Zsidó Világkongresszus alelnöke, és az Európai Zsidó Kongresszusban pedig titkos demokratikus választások során szintén egy alelnöki pozíciót sikerült elnyernem, úgyhogy ebbe a két nagy érdekvédelmi szervezetbe a Mazsihisz nagyon magas szinten reprezentálja magát, de én azt hiszem nem is ez a legfontosabb, hogy milyen posztokat osztogatnak vagy szerzünk meg, hanem az, hogy milyen aktivitást végzünk a szervezeten belül, és erre azért elmondható ma már, hogy a Mazsihisz nem arról szól, hogy mi szegény, kicsi zsidó testvérek vagyunk, és adjatok pénzt, és segítsenek nekünk, hiszen évtizedekig ez volt a szokás. Ma már ott tartunk, hogy vannak
témák, vannak olyan, olyan feladatok, amiket mi tematizálunk a nemzetközi szervezetekben, és a véleményünkre mindig nagyon kíváncsiak. Értem, akkor nézzük a hazai munkásságokat. Mi történik? Például ön a Mazsöknek is tagja, egy, azt mondhatnám, hogy az állam által létrehozott alapítványnak, a kuratóriumnak a tagja, a Mazsöknek van is egy üdülője, de önöknek is van Balatonfüreden egy üdülőjük. Milyen állapotban van, és mennyire fogad vendégeket ez a Pocsék állapotban van, és a Mazsisz menedzsmentje most azon dolgozik, hogy valamilyen módon idén életre leheljük azt az épületet és magát az üdülőt. Még nem tudom a végső, ez nem jó, a végső megoldást, ezt hagyjuk, de még nem tudom, hogy mi a végső döntés ezzel kapcsolatban. Tény, hogy az üdülő rendkívül, műszakilag rendkívül elhanyagolt állapotba került az elmúlt évtizedekbe, ezért mi készítettünk egy tervet, amelyik az üdülőnek a teljes megújítását jelenteni, új közösségi tér létrehozását jelenteni, és kaptunk ígéreteket is arra, hogy ebben kapunk majd segítséget, azért ez egy komoly beruházás lenne, de úgy gondolom, hogy nagyon fontos beruházás lenne, hiszen akkor nem egy néhány hónapig, maximum két hónapig nyitvatartó, idén jellegű intézményről beszélnénk, hanem egy olyan intézményről, amelyik az év 12 hónapjába helyet és teret adna a magyarországi zsidóság különböző szervezeteinek, konferenciák, gyűlések, mindenféle dzsembori szervezésére. De bízunk benne, hogy előbb-utóbb elérjük azt a célt, amit kitűztünk, és amit vázlatosan már meg is terveztünk. Igen, de hát a magyar zsidóság korfája azért eléggé előre haladott. A balatonfüredi üdülő látogatóinak nagy része, ennek lift kell, hogy a szobájukba elérjenek, akadálymentesítés kéne az udvaron, a közterületeken, és egyáltalán erre is számítottak? Arra számítunk, hogy egy korszerű 21. századi intézményt varázsolunk ebből az üdülőből. Az üdülőnek ma a legnagyobb értéke a tradíció, tehát a balatonfüredi zsidó üdülőnek egy óriási tradíciója van. Az ingatlan elég nagy ahhoz, hogy ezt növelni lehessen a szobák számát és a 21. Van, van rá lehetőség, hogy az ingatlant komfortosabbá lehessen tenni, a szobák számát is szerény mértékben lehet növelni, nem lehet belőle egy nagy létszámú hotelt csinálni, de nagyon fontos, hogy ki lehet alakítani olyan közösségi tereket is, ahol effektív dolgozni, összejönni, konferenciázni is lehet. És ha már a közösségi tereknél tartunk, vége van a járványoknak, vajon megindul-e a közösségi élet a különböző klubokba, hisz legalábbis a fővárosban, de vidéken is minden zsinagógának van egy kulturális klubja is. Szép lassan már, talán múlt időben is mondtam, szép lassan már megindul. Tehát egyre több közösségnél már megvannak a közösségi rendezvények, nem akkora létszámmal, mint korábban, kicsit kisebb létszámmal, de már elkezdtek működni ezek. Legutolsó találkozásunk alkalmával, úgy a Heti TV-ben, mint a Kossuth Rádió Halljad Izrael adásában nehezményezte, illetve megemlítette, hogy a vatikáni szerződést maximálisan az állam támogatja, és ennek keretein belül az egyházi felsőoktatást is. Ön szerint több egyháznak a felsőoktatási intézményeit modernizálták, és úgy érzi, hogy most itt lenne a sor az Országos Rabbi Képző Zsidó Egyetem restaurálásán, helyrehozásában. Van-e erre saját tőkéjük, vagy mindent csak az államtól várnak? Borzasztó egyszerű a válasz, nincs erre saját tőkénk, de úgy gondolom, hogy az elmúlt évtizedben talán az összes egyházi egyetem rendkívüli módon megújult műszakilag, építészetileg, és ennek mi is nagyon örülünk, hiszen ezek komoly értéket képviselnek, társegyházakról van szó, és ezekkel az egyetemekkel a mi egyetemünk is folyamatosan szakmai kapcsolatban van. Ma egyetlen egy egyházi felsőoktatási intézmény az, amelyik ebből a felújítási programból kimaradt, az az Orzse, a mi egyetemünk, amelyik Orzse ma már 145 éves tradíciókkal rendelkezik. Egy új ingatlant szeretnének, vagy csak a meglévőt szeretnék modernizálni?
Mi a meglévőnek a modernizálásába gondolkodunk, de tudom, hogy közéleti párbeszédekben felmerült annak a lehetősége is, hogy valahol egy zöld mezős ingatlan beruházást csinálni. Mi funkcionálisan a jelenlegi épületnek a tradícióiba hiszünk, még annak az épületnek a korlátai árán is. Megalakul a héten az új magyar kormány, legalábbis május végére ígérte a miniszterelnök úr. 2022-ben lát-e reményt arra, hogy a Sorsok háza is meg tudja nyitni kapuját? Csak hogy picit pontosítsuk, most ma megalakul a magyar parlament, és valóban a kormány az majd a hó végéig biztosan meg fog alakulni. A Sorsok háza az mindig is a kormány kompetenciája volt, ezt én mindig szerettem rögzíteni, és amióta a megvalósításnak a felelősségét átadták az EMIC-nek, azóta ez az ő kompetenciájuk, úgyhogy nekem fogalmam sincs, hogy ez meg fog-e nyílni. Egyelőre még nem látni a nyomát annak, hogy ott valami olyan történne, ami méltó lenne a Sorsok háza projekthez. Többen arról számolnak be, hogy a Rumbach utcai zsinagógában egy új alapítvány is megkezdte működését, ami gondoskodik a műsorokról. Mit tud erről az alapítványról mondani nekünk? Nem kezdte még meg a működését, most van bejegyzés alatt ez az alapítvány, és az, hogy gondoskodik, az túlzás, de hát mint minden alapítvány szakmai támogatást nyújt ahhoz, hogy a Rumbach utcában a kulturális programok azok zökkenőmentesen bonyolódjanak le. Várható, hogy a Rumbach utcai zsinagóga most, hogy a régi fényében tündöklik, egyre több turistát is fog vonzani? Biztos vagyok benne. Ott még egy technikai dolgot meg kell oldani a Rumbach utcának, ahol a többnyelvűséget lehetne biztosítani audio-vizuális oldalon. Hogyha ezt meg tudja oldani a Rumbach utca, akkor biztos, hogy egy nagyon erős marketinggal, célirányzott marketinggal nagyon sok turistát tudunk oda vonzani, de azért egy jó jelet hagy mondjak el. A Rumbach utcában a hitélet megindult, méghozzá mondhatom úgy, hogy alulról szerveződve, és hát legutóbb most pénteken este Michael Paley, egy amerikai rabbi tartotta az Isten tiszteletet héberül angolul, és hát ennek külön fűszere volt, hogy a zsinagógába az amerikai Jewish Committee-nek a Magyarországon lévő delegációja is részt vett, és nagyon sok szervezet eljött erre a péntek esti Isten tisztelete. Varázslatos volt egyébként az egész. Köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt. Kedves nézőim és hallgatóim, az elmúlt negyed órában, szűk negyed órában a Mazsihisz elnökét látták és hallották. Bízunk benne, hogy Heizler András hamarosan újból visszatér hozzánk, és további friss információkkal tudja ellátni az érdeklődő közönséget, hogy mi történik a zsidó közéletben. Előzetesek is, már is jövünk vissza, tartsanak velünk!